A nagyhatalmi ellentétek és a balkáni háborúk. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Töttős Gábor vagyok. Ez az első világháború kitörése című leckének az első videója, amely még nem a világháborúval foglalkozik, és még nem is a kitöréssel, hanem az azt megelőző közvetlen eseményekkel, a 20. század első és második évtizedének a fontosabb nemzetközi eseményeivel, és nem a szövetségekre gondolok, hiszen azt a korábbi videókban láthattátok, hanem mondjuk olyanokra, mint a marokkói válság, amely ugye német-francia ellentét kiéleződéséhez vezetett, illetve mondjuk a balkáni háborúk, amely a 20. század második évtizedének első jelentősebb európai háborúit foglalja magába, és közvetlenül megelőzi az első világháború kitörését. Higgyétek el, klassz, érdekes anyag, gyertek, tartsatok velem, nézzétek meg! A nagyhatalmi ellentétek kiéleződése. 1905 és 1906-ban zajlik le az első marokkói válság, amely még jobban elmélyíti a német-francia ellentétet. Azért mondom, hogy még jobban, mert hát eddig sem volt rózsás a viszonyuk, de ekkor II. Vilmos császár megpróbált éket ütni a francia és brit, illetve a francia és orosz szövetségbe. Azért próbálkozik ezzel, mert a franciák az Entente Cordiale értelmében, ugye, amelyben kijelentették, hogy, vagy lefektették, hogy Marokkó az francia érdekszféra, megpróbálják megszerezni maguknak Marokkó területét, hiszen erre viszonylag közel van hozzájuk, és azért, hogy ezt megakadályozza, II. Vilmos 1905-ben Tangerbe utazik, Marokkóba, és ezzel próbálja a kibontakozó francia hatalmat picit meggátolni, megakasztani. A gond az, hogy bár az oroszok meggyengülnek, és nem igazán tudnak ebbe beleszólni, ugye azért gyengültek meg, mert ebben az időben éppen Japántól szenvednek vereséget, éppen belpolitikai válságaik vannak, de a britek azok a franciákkal lesznek. 1906. januárjától áprilisáig tart egy konferencia Algezirasban, marokkói területen, amelyben tulajdonképpen megerősítik a franciák céljait, és ezen a konferencia során Németország gyakorlatilag döntő diplomáciai vereséget szenvedett. Ugye ez annyit jelent, hogy nem tudta megvalósítani a céljait, nem hogy elválasztotta volna a briteket a franciáktól, és ezzel elszigetelte volna egy picit jobban Franciaországot, ugye a régi bismarcki elképzelésnek megfelelően, hanem pontosan megerősítette a szövetségüket, és mindösszesen azt sikerül elérniük ezen a konferencián, hogy Marokkó nem jut francia kézre teljes mértékben, hanem csupán egyfajta protektorátust alakíthatnak ki. Ez azonban elővetíti a későbbi problémákat, mert hogy a marokkói szultán, aki ugye félig meddig azért báb uralkodója a franciáknak, a franciák segítségét kéri 1911-ben, méghozzá a berber törzsek támadása miatt, és a franciák meg is szállják ügyesen a Fesz nevű erődítményt, várost, ami kiváltja a németek, konkrétan II. Vilmos haragját, és úgy gondolja, hogy elérkezett a pillanat arra, hogy akkor ismételten megpróbálja a franciákat leválasztani az ekkorra már ugye hármassá nőtt szövetségi rendszerről. Ezt a második marokkói válságot hívjuk párducugrásnak, mert hogy a válság abból fakad, hogy egész egyszerűen a Párduc nevű ágyúnaszád, német ágyúnaszád megjelenik Agadir kikötőjében, lehorgonyoz, és ezzel demonstrálja azt, hogy Németország is bele kíván szólni a háborúba, vagy legalábbis ebbe a konfliktusba. A konfliktus megoldása, ennek a nézeteltérésnek a megoldása diplomáciai úton történik, szerencsére ekkor még, ugye már csak 3 évet kell majd várni az első világháborúig, és megint csak egy német vereséggel végződik, ugyanis a Marokkó-Kongó egyezményt kötik meg, amelyben gyakorlatilag Marokkó-Francia megszállásáért cserébe Németországot kárpótolják, a francia Kongóból elcsatolt úgynevezett kacsacsőrrel, amely tehát egy kis terület, ami, hát hogyha a terület eredetét nézzük, akkor, vagy a terület alakját nézzük, akkor tényleg olyan, mint hogy egy kacsának a csőre lenne, és ezt Kamerunhoz csatolják.
Gyakorlatilag némi kárpótlást nyújt a németeknek ez a dolog, de leginkább presztízsveszteséget jelent, így hát kifejezetten növekszik az ellentét a franciákkal szemben. Németországnak ugyanakkor más területen viszont sikerei voltak, a Közel-Keleten nagyobb eredményeket ért el, még az ezt megelőző évtizedekben. A török haderő fejlesztésében próbált segítséget nyújtani, és az oszmán birodalommal próbálja szorosabbra vonni a kapcsolatait. Ugye érdekességképpen jegyzem meg, hogy már abban az időben is Németország a törökökkel próbált szövetségre lépni, csak úgy, mint ahogy mondjuk az 1970-es évek végétől 80-as évekig, amikor ugye elkezdenek beáramlani Németországba a török vendégmunkások, akik ugye mai napig meghatározó szerepet játszanak sok szférában Németországban. Nos, visszatérve a 20. század előtti évekre, egy egyezményt írtak alá, méghozzá a Berlin-Bagdad vasútvonal tervét, amelyet meg is kezdik a 1898-as évben, ami egy nagyon komoly veszélyt jelentene a többi gyarmatosító hatalom számára, ugyanis hogyha ezt meg tudja valósítani Németország, azzal kiegészítve, hogy már a katonai kiképzésben is jelentős szerepet játszik az oszmán hadseregnél, ebben az esetben a terület feletti befolyása jelentős mértékben megnövekedne, valamint, ugye, hogyha ezt a vonalat tovább visszük, akkor előbb-utóbb a Perzsa-öböl is egy német felségterületté válhatna. Ezt megakadályozandó a britek viszonylag gyorsan reagálnak és megszállják Kuvaitot, ezzel biztosítva saját maguk számára a Perzsa-öbölt, ugye öblöt, ami megint csak a kereskedelmük miatt fontos, hiszen ugye az Indiához vezető út nagyjából abban a térségben húzódik, és ez későbbiek folyamán, vagy a későbbiekben még nagyon-nagyon fontos lesz a számukra. A 20. század elején kezdődik a brit-német flotta építési verseny, erre majd mindjárt egy picit bővebben kitérek a diagram, illetve az ábra elemzés kapcsán, de előtte azonban egy gyors forrás elemzés. A két tankönyvi forrást idézném. A császári utazás, azaz II. Vilmos isztambuli útja már elért gazdasági eredményeinek a következők tekinthetők, elnézést. A Hajdárpaszai kikötők építésére kiadott koncesszió, azaz engedménye lehetőséget biztosító irat, valamint az a koncesszió, melynél fogva német kábelt rakhatunk le Konstanca és Konstantinápoly között. A török kormány és a nagy német cégek közötti üzleti kapcsolatok megszilárdulása. A kábel koncesszió eredményeképpen közvetlen távirati összeköttetést létesíthetünk Konstantinápolya. Ugye ne felejtsük el, hogy nincs még internet, meg nincs még mobiltelefon, tehát ezek azért eléggé jelentős dolgok. Csak előre utalok, a kubai rakétaválság, 1962-ről beszélünk, eredményeképpen fog majd létrejönni a közvetlen kapcsolat Moszkva és Washington között. Tehát ez a távirati összekötetés Konstantinápolyon meglehetősen fontos. És ez, amint előre látható, egy újabb világra szóló jelentőségű vonal kiinduló pontja lesz. Ezzel függ össze továbbá az a terv is, hogy az anatóliai vasutat meghosszabbítsuk Bagdadig. Remélhető, hogy ez a Kis-Ázsia további gazdasági meghódításának alapjává válik, mondja Bülow német külügyi államtitkár 1899-ben, gyakorlatilag felsorolva azokat a gazdasági eredményeket, amelyeket Németország és az Oszmán Birodalom közötti megállapodás révén elkönyvelhetett magának. És egy 1896-os megállapodás második Vilmosról, vagy második Vilmosra, nem megállapodás, bocsánat, egy megállapítás. Kereskedelmünk életre halálra vetélkedik az angol kereskedelemmel. Sajtunk nap mint nap harsog erről, de nagy kereskedelmi flottánk, amely lobogóink alatt a világ minden tengerét szántják, teljesen védtelen a 150 angol cirkálóval szemben, amely ellen nagy büszkén 4 cirkálót tudunk kiállítani. Ez a megállapítás fog majd ahhoz a flotta építési versenyhez vezetni, amit mindjárt bemutatok.
A flotta építési verseny még a 19. század végén kezdődik, amikor ugye a nem egészen 30 éves második Vilmos hatalomra kerül, és megváltoztatja a német külpolitikát, és megállapítja rövidesen azt, hogy hát nincsen elég hadihajójuk ahhoz, hogy a kereskedelmi és a nagyhatalmi érdekeiket alátámasszák. Ezt követően indul meg a flotta fejlesztése, csak hogy az angolok is észbe kapnak. Ugye az angoloknak az a fixa ideája, az a rögeszméje, hogy az ő flottájuknak a két őt követő flottánál nagyobbnak kell lennie. Hogyha ma az 1914-es táblázatot nézzük, akkor láthatjuk, hogy Nagy-Britannia hadihajó flottája, ugye 2,2 millió tonna vízkiszorítással rendelkezik, míg az őt követő Németország 1 millió tonna vízkiszorítással rendelkezik, illetve a harmadik helyen álló Franciaország 731 ezer tonna vízkiszorítással rendelkezik. Az állománya a britteknek 209 ezer főből áll, a németeké 79, a franciáké 68 ezer, tehát 1914-ig megvalósult ez a brit törekvés. Itt pedig ebben a töredékes diagramban, mert hogy a felét levágtam, mert arra most nekünk nincsen szükségünk, azt láthatjuk, hogy hogyan állítanak hadrendbe újabb és újabb hajókat. Ez 1904-es szövetséget követően válik igazán érdekessé, mert hogy 1905-ben jön majd az első úgynevezett Dreadnought. Ezt itt is jelölik, vagy itt a képen a japán uralkodó kezében látható egy ilyen dreadnought. Ez konkrétan azt jelenti, ugye az a dread nothing, tehát a semmitől sem félő, körülbelül ezt jelenti a hajó elnevezése. A jellegét tekintve pedig egy igen erősen felfegyverzett és nagyon erősen páncélozott hadihajóról van szó, amelyet a kortársak úgy jellemeztek, hogy körülbelül 2-3 hagyományos hadihajó erejével ér fel. Na most ilyen dreadnoughtból volt 14-ben a briteknek 29, a németeknek 17, az osztrák-magyar monarchiának meg 3, de a táblázat odaírja, hogy a negyediket meg hamarosan át akarják adni. Nem gúnyolódásképpen mondom, de hogyha az antant erőket nézzük, akkor 43 áll szemben a 20-szal. És hát azért ez mindenképpen jelentős erőtöblet az antant oldalán. Ebből a 43-ból csak nem 30 a britek kezében van, és az oroszoknál mindösszesen csak 4 darab van. Ez azért jelzés értékű. Ha megnézzük a hadihajóknak az átadási ütemét, ugye itt az látható, hogy melyik nemzethez tartozik a hadihajó, amit átadnak, hát jellemzően ugye a brit a legtöbb, ez a kis, hát mondjuk élére vagy a sarkára állított négyzet, de mondhatnám akár rombusznak is. Hogyha a németeket keresünk, akkor azért itt találunk bőven, főleg 1910-et követően átadott hadihajókat, és ugye nem csak a hadihajók száma tűnt, van feltüntetve ebben a diagramon, hanem az is, hogy milyen vízkiszorítással rendelkeznek. Ugye ez itt az 1000 tonnát, tehát 20 000 tonna vízkiszorítással rendelkező vonal, tehát a, mit tudom én, 1905 mondjuk folyamán átadott brit hajó, az látható, hogy mondjuk 18 ezer tonna vízkiszorítással rendelkezik. Ugye ez a vízkiszorítás, ez a hajótest méretét határozza meg, a fegyverzetre ebből nem lehet következtetni, de a méretre nagyon is, és lehet látni, hogy egyre növekszik ez a vízkiszorítás. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk ilyen 20 ezer tonna vízkiszorítás alatti hajót, 1910-et követő már nem is adnak át, hadihajóról beszélünk természetesen, jelentős hadihajóról. Ez a fokozódó flotta versenyt mutatja be, csak úgy, mint a Puck angol folyóiratnak az 1909-es ábrája. Azért mondom, hogy 1909-es, mert ez itt van, itt ezt az időszakot mutatja be, és ezt az időszakot még nem tudja, hiszen ez még csak a jövőben lesz számukra. Ugye az Amerikai Egyesült Államokat jelképező Uncle Sam, japán uralkodó, a német császár, illetve az angol és a francia úr látható az asztalnál, és gyakorlatilag licitálnak, hajókkal licitálnak.
tökéletesen mutatja be ezt az időszakot a flotta szempontjából megélt flottaépítési versenyidőszakot, amely az első világháborút megelőzte. Ezen az ábrán pedig egy apró érdekességet láthatunk, ami szintén segíthetett volna megelőzni az első világháborút. Ez egy közös családfa. Méghozzá olyan közös családfa, amely 1700-as évekig megy vissza, a harmadik Frigyesig, poroszországi uralkodóig, de nem kell ilyen nagyon messzire visszamenni, mert hogyha megnézzük mondjuk a középen ábrázolt 5. György angol királyt, meg 2. Vilmos német császárt, akkor láthatjuk, hogy a 2. Vilmosnak az édesanyja angliai Viktória, akinek az anyja Viktória királynő, illetve 5. Györgynek az apja 7. Edward, akinek az anyja Viktória királynő, tehát ők ketten konkrétan első unokatestvérek, és mind a kettőjüknek a közös nagymamája Viktória királynő volt. Ugyanígy ehhez hasonló módon a 2. Miklós cárnak az édes anyja, az a dániai Dagmar, aki 9. keresztély dán uralkodónak a lánya. Ennek az uralkodónak a másik lánya az Alexandra, aki szintén, már megint csak 5. Györgynél vagyunk, 5. Györgynek az anyukája. Tehát az 5. Györgynek az egyik unokatestvére 2. Vilmos, német császár, és az 5. György angol királynak a másik unokatestvére 2. Miklós, orosz cár. És hát bármilyen furcsa, ők azért tartják a kapcsolatot. Persze nem csak ők vannak rokonságban, hanem jellemzően még jó pár másik uralkodó család köthető hozzájuk, a romániai családtól kezdve természetesen a Habsburgok is kötődnek valamilyen szinten hozzájuk. Nem ennyire közeli, de vannak rokoni szálak. És találkoztak is például mondjuk György és Miklós Berlinben találkozik 13 környékén, és tárgyalnak, de nem jutnak dűlőre. Akár a rokoni szálak is közrejátszhattak volna ahhoz, hogy elkerüljék a háborút, de a nagyhatalmi érdekek felülírták ezt sajnálatos módon. A nemzeti ellentétek kiéleződése a Balkánon. A 20. század elejére megerősödik a nacionalista ideológia, nem csak a Balkánon, hanem gyakorlatilag egész Európára jellemző ez a tendencia. Azonban ellentétben a kb. 100 évvel ezelőtti vagy 50 évvel ezelőtti viszonyokkal már nem a liberalizmussal kézenfogva, hanem attól elkülönülve jelenik meg. Leginkább azért, mert a liberalizmus nagyon sok esetben elérte a céljait, elérte azt, hogy a szabadságjogokat megkaphassák az emberek, akár a polgári jogokról beszélek, akár tulajdonjogról, akár választójogról, és hát a nacionalizmus meg még sok esetben nem érte el a célját, és mivel már nem az egyén érdekeit tartják szem előtt, hanem a nemzet érdekeit, nagyon sokszor soviniszta lesz az ideológia, azaz sovinizmus fog előtérbe kerülni. A sovinizmus az nagyjából úgy értelmezhető, hogy túlfűtött nacionalizmus. A sovinizmusnak a sajátossága, hogy a saját nagyságát másoknak a kisebb jelen, vagy kisebbségével, vagy alacsonyabb rendűségével összefüggésben próbálja hangsúlyozni. Tehát nem csak a saját nemzet nagyságát hirdeti, hanem a másik rivális nemzetnek vagy népnek az alávalóságát, és éppen ennél fogva mondjuk egy liberális eszme ez sosem tűrné, vagy sosem viselné el. A nacionalizmusba természetesen belefér, még akkor is, hogyha sajátos névvel említjük ezt az ideológiai formát, vagy nézetet. A nagyhatalmaknál ez a nacionalizmus, ahogy ezt már korábban a gyarmatosítás kapcsán bemutattam, nagyon sok esetben ideológiai táptalajt szolgáltat a gyarmatosításhoz. Ők ugyanis úgy gondolják, hogy
mivel felsőbbrendűek vagyunk másoknál, ugye mi angolok, vagy mi németek, vagy mondjuk mi franciák, de összességében mi fehérek, felsőbbrendűek vagyunk, ennek következtében a többinek, a mondjuk a feketéknek, vagy az indokínaiaknak kifejezetten jó, hogyha a gyarmatosítjuk őket, mert legalább elvisszük a civilizációt, elvisszük a kultúrát. Hát hogyan tudnának tisztességesen berúgni, hogyha még alkoholt sem tudnak főzni? Most nyilván gúnyolodom egy picit, vagy gúnyolodok egy picit, de tényleg ezt gondolták, ugye a Cecil Rhodes-ot tudom megint csak idézni, hogy annál jobb a világnak, mennél többet gyarmatosítunk belőle mi angolok, az Isten által a felsőbbrendű fajnak kikiált, vagy megteremtett nép. Na most, hát ez természetesen azért nehezen tartható. Ugyanakkor a kis népek, ugye ez a nagy hatalmakra jellemző, a kis népeknél, amelyek még nem érték el a céljaikat, a nemzetállam kialakítását támogatja a nacionalizmus. Sok esetben kifejezetten irredent a célokkal. Az irredentizmus az a valaha birtokolt összes terület megszerzését célzó irányzat, vagy más néven, más oldalról megközelítve, az egész történelmi, hagyományilag a néphez kapcsolható területek megszerzését célzó törekvés. Tehát például mondjuk egy valamire való magyar irredenta, az egy nagy Magyarországban gondolkodik, amelybe az agyában, ott a délnyugati csücsökben ott van Horvátország is. Mert hogy ugye mi elképzelésünkben így néz ki a nagy Magyarország Horvátországgal együtt. Ez nem biztos, hogy a horvátok olyan jó néven veszik egyébként, de ez az irredentizmus. A Balkánon jellemző, hogy nagyon komoly ellentétek vannak az egyes nemzetek és népek között, pontosan az irredentizmus miatt. Szinte mindegyik nép birtokolta a Balkánt rövidebb, hosszabb ideig, így igazából mindegyik igényt tart szinte az egész Balkánra, az egész Balkán félszigetre. Itt gondoljunk a görögöktől, egészen a bolgárokon át, akár a szerbekig, de természetesen az oroszok is szeretnének ebbe beleszólni, csak hát nem igazán tudnak, mert hogy le vannak gyengülve az orosz-japán háború miatt, meg a belpolitikai konfliktusok és válságok miatt. Éppen ezért nem tud beleszólni egyébként az osztrák-magyar monarchia annexiójába sem, amikor annektáljuk a Bosznia-Hercegovinát, azzal, vagy azzal a céllal, hogy a szerbeket elzárjuk az Adriai tengeri kiárattól. A szerbek természetesen tiltakoznak, de gyengék, az oroszok meg nem tudnak a segítségükre sietni, így hát belenyugodnak, beletörődnek, de azért fortyog az egész Balkán félsziget a képen ábrázolt módon, ugye itt tehát a nagyhatalmak próbálják a forró üstöt, mármint a forrásban lévő üstöt letakarni, de hát ez nem igazán fog működni, és hát miért is forr ez az üst? A horvátok, római katolikusok többségükben, a bosnyákok többségükben muszlimok, viszonylag nagy számú zsidó kisebbséggel, a szerbek többségükben ortodoxok, némi magyar katolikusokkal vannak ott még nem túl sokan olaszok, vannak románok, vannak albánok, és jellemzően minimális a népeknek a szabadság megélése, hiszen például mondjuk a Bosznia-Hercegovinát éppen frissiben annektáljuk, a szerbek több területet akarnak maguknak, az albánok függetlenséget szeretnének, a románok is szeretnék terjeszteni a befolyásukat, tehát nagyon-nagyon komoly feszültségek zajlanak a Balkán félszigeten, és a nagyhatalmak meg próbálják elfojtani, mindezt úgy, hogy ugye közben a keleti kérdést napirenden tartják, azaz az oszmán birodalmat lehetőség szerint tartsuk életben, ugye aki nem ismeri a keleti kérdést, az nézze meg az ezt megelőző videót, megtaláljátok, hogy miről van szó, életben kellene tartani az oszmán birodalmat, hát ez nagyon-nagyon nehéz lesz, sőt, nem is fog sikerülni.
A balkáni háborúk 1912-ben kezdődnek méghozzá azzal, hogy balkáni szövetség jön létre Montenegró, Szerbia, Bulgária és Görög királyság között az oroszok támogatásával, ugye ez mutatja be az első balkáni háborúnak a szövetségeit, és egy korábbi felkelésre hivatkozva gyakorlatilag neki mennek, hadat üzennek az Oszmán Birodalomnak, amelyik viszonylag gyorsan vereséget szenved, és szinte az összes európai területét elveszíti. Mutatom, tehát itt gyorsan rajzolom körbe, hogy melyek azok a területek, amelyeket elveszít az Oszmán Birodalom, később mindjárt megnézzük egy másik térképen is. De gyakorlatilag csak Isztambul környéke maradna meg a törökök kezén. Az első balkáni háború egyébként mondhatjuk úgy, hogy eléggé aránytalan erőviszonyokat vonultatott fel, mert hogy a kb. 430 ezres török haderővel szemben a balkáni szövetség egy megközelítőleg 850 ezres hadsereggel lépett be a háborúba, vagy legalábbis ennyit tudott felvonultatni összességében a törökökkel szemben. A törököknél 50 ezeren halnak meg a harcokban, 100 ezeren sebesülnek meg, körülbelül 115 ezer hadifogoly van, és 75 ezeren halnak meg járványban. Tehát 50 ezeren halnak meg a harcok során, 75 ezeren meg járványban, leginkább kolera pusztított közöttük. Összesen egyébként egy 340 ezres veszteségük van, ebből 125 ezer halott. A bolgárok, akik a legnagyobb részt vállalják a szövetséges erőkből, mármint a balkáni szövetségnek az erőiből, 14 ezer halottat vonultatnak föl, és 50 ezer sebesültjük van, és náluk is 19 ezeren meghalnak járványban. A balkáni szövetség összesen 150 ezres veszteséget produkál, hogyha beleszedjük a hadifoglyokat, az eltűnteket, a sérülteket, és ebből a 150 ezer főből 88 ezer bolgár. Tehát elmondhatjuk, hogy a más kérdés, ugye, hogyha szembeállítjuk a török veszteséggel, kb. 340 ezres veszteséggel, akkor ez a 150 ezres, ez egy kifejezetten kedvező arány, de ennek a 150 ezernek messze több, mint az 50%-a a bolgárok részéről érkezik, és a bolgárok nyernének egy igen nagy területet ezzel a háborúval, ahogy ezt a londoni egyezményben meg is állapítják, csak hogy jön a második balkáni háború 1913-ban, amikor is a győztesek mondjuk úgy, hogy összevesznek a területen, és a szerbek, a románok és a görögök rátámadnak a bolgárokra, mégpedig azért, mert Bulgária túl nagy területet szerezne magának. Ezt kihasználja az Oszmán Birodalom is, és ő is ellencsapásba kezd, és eléggé csúnyán, erőteljesen megnyírbálják Bulgária területét. Ha emlékszünk, az 1877-78-as orosz-török háború után már majdnem létrejött egyszer Nagy Bulgária, és amiatt keseregtek is a bolgárok, hogy a 78-as berlini kongresszus nem engedte ezt nekik, nehogy az orosz befolyás túlságosan megerősödjön. Most megint majdnem létrejött Nagy Bulgária, most megint csúnyán mondva az orrára koppintanak, és ez fog majd ahhoz vezetni, hogy az első világháborúban a bolgárok természetesen a szerbek ellen fognak majd belépni, a szerbek és románok ellen fognak belépni a háborúba, és ennek következtében a magyar oldalon fognak harcolni, vagy bocsánat, központi hatalmak oldalán fognak harcolni. Még egy érdekesség erről a háborúról, ami nem annyira érdekes, de annál szomorúbb. Eléggé sok áldozata volt a háborúnak. Nagyon sokan nem csupán katonák, hanem ugye betegségben meghalt katonák, és nagyon sok civil halt meg. A képen, amelyet direkt nem nagyítok nagyobb mértékben ki, a dicsőséges bolgár hadsereg pózol egy török erőd elfoglalása után. Az érdekessége, hogy arra, hogy beálljanak ide szépen, és a kép erejéig büszkén feszítsenek, arra volt idő, arra, hogy a civil áldozatokat eltakarítsák a képről, arra már nem. Ez nyilvánvaló nem hanyagság, meg nem kapkodás, hanem ez a büszkeség. Tehát büszkeség, hogy sikerült elfoglalni az erődöt,
és az erődemonstráció, hogy a környék civil lakosságát, elképzelhető egyébként, hogy fegyvert fogtak, de hát nem egyenruhában vannak azok az emberek, láthatóan nem egyenruhában fekszenek ott. Nos, ezeket a civileket lemészárolják. Persze nem csak a bolgárok mészárolnak civileket, a szerbeknél van egy viszonylag jelentős népirtás, a törököknél is van előszele, majd az első világháború alatt és főleg utáni örmény népirtásnak. Tehát ez már vastagon a 20. század, amiről hála a jó Istennek képi dokumentációnk is van. Ez egyébként abból a szempontból tényleg hasznos, hogy talán még jobban visszatartja az embereket az ilyen eszetlen és gonosz tettektől. Következzen tehát az ígért térkép, vagy következzenek az ígért térképek, amelyben látszik az első balkáni háborúnak a hadmozdulatainak az összessége. A szerbek, ahogy rátámadnak a nyugati területekre, az oszmánoknak a nyugati területeire, a bolgárok is támadnak, illetve a görögök délről támadnak, és látszik, hogy egy hatalmas, nem persze Montenegrót se felejtsük ki, bocsánat, és egy hatalmas nagy oszmán területből gyakorlatilag lemetszik az egészet, és marad csak Isztambul közvetlen környéke. Ez egy rendkívül sikeres hadjárat volt, aminek az elsődleges oka az, hogy az oszmán birodalom már réges-régóta, hát nem azt mondom, hogy tetsz halott, de úgy halódik, és mesterségesen volt életben tartva. Ami ugye nagyon fontos, az oroszoknak nagyon kellene a Boszporusz, illetve a Dardanellák, de ezt azért nem tudják elvenni a törököktől, hát főleg azért, mert ugye a Boszporusz öbölben, vagy a Boszporusz szorosban, bocsánat, a Boszporusz szorosban ott van Isztambul, ami az állam fővárosa, és eléggé jól védik, de így is hatalmas nagy előretörést könyvelhetnek el a balkáni szövetség államai, csak hogy ugye jön a második balkáni háború. Ennek a második balkáni háborúnak a térképét láthatjuk itt bal oldalon, amelyben ugye becsatlakozik a háborúba Románia, nem véletlenül egyébként, mert Dobrudzsát meg is szerzik ennek következtében. A szerbek és a görögök rátámadnak a bolgárokra, hogy a jelentős területeit, amiket az oszmánoktól megszerzett, vagy az oszmán birodalomtól megszerzett, lenyessék róla, illetve az oszmán birodalom visszatámad, tehát ő is beszáll a háborúba, és komoly eredményeket ér el. Ebben a háborúban egyébként a bolgárokkal szemben, tehát a bolgárok talán 300-400 ezres hadseregével szemben, egy kb. 1 milliós létszámú hadsereg néz szembe, ez gyakorlatilag kilátástalanná teszi számukra az egész küzdelmet. Ugye itt már föl van tüntetve Albánia, mint önálló állam, de ő ekkor nem csatlakozik a háborúhoz. A jobboldali térképen a háború következményeit láthatjuk, egy picit jobban elemezném, mert ezt fontosnak tartom. Hát ez a vonal volt, most nyilván hevenyészre húzom meg, az oszmán birodalomnak a vonala a háborút megelőzően. Ez azt jelenti, hogy egy hatalmas nagy területet hódítanak el tőle, hiszen utána tulajdonképpen ez idáig fog tartani, tehát ezt a területet tudja megőrizni, a többit nem. Ami még érdekes, és leszámítva mindjárt belemászom Bulgáriába is, a Dodekanészosz 1912-ben az olaszok elfoglalják ezt a szigetcsoportot az oszmán birodalomtól, Líbiával, tehát líbiai terjeszkedésük kapcsán rúgják össze a port az oszmánokkal, és ezt kihasználva foglalják el. Ugye a Dodekanészosz, ez a 12 nagy szigetre utal az elnevezés, több tucat kisebb sziget van még ott, a legjelentősebb ezek közül, mármint a nagy szigetek közül Rodosz. Ezt egészen a II. Világháborúig birtokolni fogják az olaszok, illetve Krétát a görögök fogják elfoglalni a törököktől szintén 12-ben. Ami számunkra jelen pillanatban érdekes és fontos, ugye Dobrudzsa, Dél-Dobrudzsát megszerzik maguknak a románok, erről már említettem, a Kelet-Ruméria a bolgároké marad,
a létrejövő Albánia, illetve ugye Makedónia, vagy ahogy manapság nevezik Észak-Macedónia, szintén fontos Szerbia, nagyon jelentős területekkel bővül, és ez később még ugye fontos lesz számukra, de ne felejtsük el, hogy Bosznia-Hercegovinát már 1908-ban annektáljuk, és ezért Szerbia továbbra sem tud kijutni az Adriai tengerre, pedig nagyon szeretne. A bolgárok terjeszkedése, illetve Nagy-Bulgária álma az szerte foszlik, és látható, hogy például mondjuk Macedón terület, vagy bocsánat, igen, Macedón területeket, meg itt az Isztambultól nyugatra fekvő területeket visszahódítják tőlük. Ez is vezet, ahogy már említettem, a második világháború, vagy bocsánat, az első világháborús bolgár szerepléshez. Azt hiszem, most már itt az ideje annak, hogy abba hagyjam. Ezt a pár bakit és a fáradtságból fakadó tévesztéseket. Remélem, hogy nem volt túl sok, hogyha mégis, akkor írjátok meg kommentben. Bízom benne, hogy kedvetekre szolgált ez a videó, hogyha így volt, akkor esetleg egy lájkkal honoráljátok a működésemet, vagy hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Külön köszönöm azoknak, akik támogatják a csatorna működését anyagilag is. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Nélkületek nehezebb lenne, veletek sokkal jobb. Köszönöm, hogyha itt voltatok. Nézzétek meg a többi videót is, és gyertek vissza jövő héten is, hát ha izgalmas és újdonságokkal tudnak szolgálni. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!